Ne féljetek, olvasható a II. Szent János Pál pápától vett idézet a tótfalusi római katolikus plébánia kertjében, emlékeztetve a falubelieket arra, hogy Isten házában oltalmat találnak. A helyiek úgy érzik, Utasi Jenő atya is ezen mondat szerint él és tevékenykedik a hétköznapokban. Az ő eredményei elvitathatatlanok, ez egy kis közösségből egy igazi összekovácsolt közösséget hozott létre, amely nem csak hogy maga életét, hanem a kifelé sugárzását is biztosítsa a falunak. A plébános már 4 évtizede szolgálja közösségét. Az év augusztusáig az oromiak lelki vezetője is ő volt. Mindkét falu családtagként tekint rá. Ünnepi szentmisével köszönték meg munkáját. Becsülendő és példaértékű az az áldozatkészség és hit, amivel Utasi Jenő végzi hivatását, véli Schmidtné Makrai Katalin. Magyarország egykori államfőjének, Schmidt Pálnak felesége azért néz fel a lelki pásztorra, mert az elmúlt csaknem fél évszázadban minden nehézség ellenére kitartott hívei mellett. Én úgy érzem, hogy Utasi atya egy olyan ember, akit megismerni és barátságban lenni vele a Jóistennek az adományának tekinthető. A 4 évtized az nagyon hosszú idő, különösen egy helyen, de amit ő létrehozott ebben a faluban, az csodálatos. Aki nem tudja, jöjjön el és nézze meg. Amikor az ember idejön, emelkedik a lelke szíve, mert tudja, hogy olyan helyre jön, ahol csupa jó dolog történik. Persze sok minden nehézség között, hiszen minden napokban élünk, és emberek között vagyunk, és mindig vannak rossz és nagyon jó dolgok. Utasi Jenő 1977-ben lett Tótfalu plébánosa. Azóta rendületlenül szolgálja az itt élőket és az áthaladó vagy látogatóba érkező zarándokokat is. Fiatalon labdarúgónak készült, de végül Isten szolgálatára esküdött fel. Az ünnepély előtt 2 héttel még nem is tudta, hogy meglepetéssel készülnek számára a falubeliek. Nem az én világom az, hogy ilyen rivalda fényben legyek, és ez nagy terhi számomra őszintén, mert mindig próbáltam alázatosan szolgálni a közösséget. Másrészt viszont jó első érzés valóban őszintén, hogy a közösség összefogott, hogy ezt közösen megünnepeljük, és talán a lelkipásztori munkásságon, a szolgálatomnak egyik nagy eredménye az, hogy közösségben gondolkodunk. A környező településekről is érkeztek emberek, hogy lerújják tiszteletüket Utasi Jenő atya előtt. Mindenki azt reméli, hogy lelkipásztoruk még sokáig mellettük lesz, erőben és egészségben, Isten segedelmével.